Ez az Óbudai Egyetemet népszerűsítő film, a 2010. január 1-jével megalakult intézmény, a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként jött létre. Az ország második legnagyobb műszaki egyetemén 13 ezer hallgató tanul, és 6-700 oktató dolgozik. Karai közül a gépészmérnöki, a villamosmérnöki, a könnyűipari és az informatikai a legnépszerűbbek. A tervek szerint a Kisvárdán induló őszi és jövő tavaszi képzésekre 60-60 fő keretlétszám nyílik meg, a hallgatók fele önköltséges, másik fele pedig államilag finanszírozott formában kezdheti meg felsőfokú tanulmányait Kisvárdán. Műszaki komplex felsőoktatási szakképzést indítunk most 2017. szeptemberében, és rögtön 2018. februárjában indítjuk ennek az informatikai párját is. Ez egy 2 éves okleveles képzés, amire egy az egyben épül a BSC képzés, és hát a terveink szerint 18. szeptemberében, hogyha itt ezeket a szakképzéseket sikeresen fölépíteni, és egy normális oktatói alapot létrehozni Kisvártán, akkor szeretnénk 18. szeptemberében a BSC képzéseket is indítani. A tájékoztató napon a helyi képzési központ vezetője emlékeztetett, egy éven belül már a második nagy egyetem indít kihelyezett szakokat Kisvárdán. Belinszki Katalin elmondta, tavaly szeptemberben a Debreceni Egyetem indított mezőgazdasági mérnök alapszakot, a meghirdetett 25 helyre több mint 8-szoros volt a túljelentkezés. A tervek szerint a Debreceni Felsőoktatási Intézmény is 2 további képzéssel bővíti oktatási kínálatát Kisvárdán, ezekre várhatóan 20-25 hallgató jelentkezhet majd. A gazdaságtudományi kar indít turizmus vendéglátást és vidékfejlesztési agrármérnök alapszakokat indít. Óriási az érdeklődés a fiatalok részéről. Tulajdonképpen egy pezsgő gazdasági fellendülés indult Kisvárdán a turizmus vendéglátás terén és a vidékfejlesztés terén. Kisvárda 7 középfokú oktatási intézményében mintegy 4000 diákot oktatnak. A városvezetésnek az a célja, hogy a hamarosan induló új beruházásokhoz szükséges szakemberek a helyben tanuló diákokból kerüljenek ki. Ehhez jó alapot nyújtanak a jelenlegi és a jövőben induló egyetemi képzések. Mezőgazdasági beruházások, tehát növénytermesztésről lesz szó a városban, ami egy nagyon komoly beruházás, feldolgozóiparral, logisztikai központtal. Emellett tiszta gyár fog épülni. Emellett épül egy LED lámpagyár, ami az kín az ipari parkban. Várhatóan a vodkagyár, a nem érő vodkagyár telepszik meg Kisvárdán. Ez mind-mind olyan menedzsmentet igényel, aki magas szinten tudja irányítani ezeket a cégeket, és ez az lenne jó számomra, hogy a itt végzett emberek tudnák ezt betölteni, elhelyezkedni. A felvételi tájékoztató napon az Óbudai Egyetem képzéseivel kapcsolatos előadásokat hallgathattak meg az érdeklődő diákok, de az egyetemi hallgatók innovációs kiállítását is megtekinthették az érdeklődők.